Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Hát nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Coach képzéseink vannak. Mi a coach? Tehát a coach maga egy, azt jelenti, egy angol szó, hogy edző. És ugye mi értelmezésünkben kicsit mást jelent. Azt jelenti, hogy ember és élet jobbító. Tehát egy coach képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet, mint egy edző. Pont úgy. Csak ugye ez más terület. Ez a személyiségfejlődés, az élet jobbítás terén lévő coachról van szó, és ugye ezek, amit tartunk, azok coach képzések, nem az első rész, a második rész. Ha egy kicsit utána nézel a neten majd valamikor, hogy mennyibe kerülnek a coach képzések, akkor arra fogsz rájönni, hogy nem kevésbe. Viszont nálunk nagyon kedvező az ár. De nem is ez a lényeg most, hanem mi csinálunk a coach képzéseinkkel, az embereknek eljuttatjuk azt a tudást és képességeket és gyakorlási lehetőséget, amelyek által ugye a coach az élet és emberismerethez jut, hogy képes legyen ne csak mások, hanem a saját életét is rendbe tenni oly módon, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje, a problémáit megelőzze, illetve megoldja, a célokat, amit szeretne, elérjen, és természetesen arra is képes legyen, hogy az embereket és az életet jobbítsa, képes legyen a lelki fejlődésre, és ezekhez hozzá tudja másokat is segíteni. Így az emberek képessé válnak, miért? Ugye itt van egy olyan rész, hogy szeretetben, békében élni, de ugye képessé válnak, mikor képes az ember erre? Hát akkor, hogyha képes arra, hogy az élethelyzeteit helyesen kezelje. Tehát egy ember akkor boldogtalan, ha sok problémája van. Minél több problémája van valakinek, annál boldogtalanabb. Minél kevesebb problémája van, annál boldogabban éli az életét. De ugye megnézzük, mit jelent az, hogy boldogság. Hát a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság és a pénz együttléte. Nyilván elég pénz együttléte. Tehát hogyha megnézed, hogyha ezekben a dolgokban nincs problémád, tehát kapsz elég szeretetet, tudsz adni elég szeretetet, egészséges vagy, elismernek, vagy te is tudsz elismeréseket adni mások számára, szabad vagy, szabadnak érzed magad, és szabad is vagy ténylegesen, és van elég pénzed is, tehát anyagiakban is el vagy rendesen engedve. Tehát hogyha ezt az ötöt megnézzük, akkor ugye ha ezeken a dolgokban nincsenek problémák, akkor az ember jól érzi magát a bőrében és boldog. Tehát ugye az lenne a cél, ha jobban megnézed, azért születtünk, hogy ezeken a területeken jól tudjunk mozogni, tehát úgy értve, hogy jól működjünk. És hát ahhoz, hogy ez az öt meglegyen, ahhoz nyilvánvaló kicsit több tudásra van szükség, mint amit a hagyományos iskolákban kaptunk. Tehát mit jelent az a több tudás? Nézzük meg, majd ide visszajövök, majd ide is. Hát a több tudás, az itt van 10 életterület, és a coach képzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel.
Tehát önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeiddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal, Isteneddel, és ezekben tudsz mások segítségére is lenni. Tehát, hogy ne csak te, hanem a környezetedben lévő emberek is ezeket a területeket jól tudják kezelni. Jó, tehát és ha az emberek képessé válnak arra, hogy tudás révén az élethelyzeteiket helyesen kezeljék, stb. Stb., amiről az imént itt beszéltem, akkor az ember képes arra, hogy jól érezze magát a bőrében, és akkor képes arra, hogy szeretetben, békében és boldogságban együtt működjön másokkal, és így élje az életét. Na most, ha az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnének, akkor, tehát társadalmi szinten, akkor ezt úgy hívhatnánk, hogy aranykor. Tehát az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora. Egyébként 2035-re kellene aranykor lenni a bolygón. Ki szerint? Hát nem az állami vezetők szerint, nem is az állami vezetőink vezetői szerint, kik ők, hát azok ilyen ultragazdag, multinacionális családok. Jó, most nem akarom őket felsorolni. Jó, de biztos hallottál már olyan családokról, hogy Rockefeller család, vagy Rothschild család, stb. Stb. Tehát ők az ultragazdag családok. Tehát nem ők akarják, hogy itt aranykor legyen, hanem akkor kik akarják, hogy aranykor legyen? A fentiek. Mi az, hogy fentiek? Lehet úgy nevezni új kifejezés szerint, ami ugye körülbelül a 70-es években indult, hogy földön kívüliek, lehet úgy is mondani, hogy istenek. Van, aki ugye úgy gondolja, hogy a világegyetemben csak egy Isten van. Hát valamilyen szinten igaza van, mert egy teremtő Isten van. Ami azt jelenti, hogy a többi is teremtők, csak ugye ebből az egy teremtő Istenből indult ki minden. Tehát ebből a szempontból igaz. Tehát ami azt jelenti, hogy ők akarják azt, hogy ezen a bolygón aranykor legyen. És az ő akaratuk az magasabb rendű, mint a Szentírás. Ezt csak úgy mondanám. Vagy bármilyen íromány itt a bolygón. Jó? Tehát miért akarják, hogy itt aranykor legyen? A Föld igazából egy kísérleti telep. Tudod, mire kísérlet? Arra kísérlet, hogy a lelkeket olyan szintre emeljék, amely nem fordul, amely lélek, tehát hogy a lelkek ne forduljanak szembe a teremtővel. Milyen teremtővel? A teremtő egy Istennel. Ugyanis a teremtő az teremtett, hát megszámlálhatatlanul sok lelket. Ugye a sok-sok, kimondhatatlanul sok évmilliárd során. Bár ez a lélekteremtés, ez megállt, és ez valamilyen szinten emiatt gond is. És ugye itt a történelem során, ugye azok a lelkek, akiket a teremtő teremtett önmagából, azok az évmilliárdok során olyan energiákra és tudásra tettek szert, amivel hatalmuk lett, és ezzel a hatalommal visszaélve
szembe fordultak a Teremtővel. Tehát szembe fordultak a Teremtővel. Ebből az lett, hogy a világegyetemben szembenállások vannak. Tehát a magas szintű teremtett lények egy része szemben áll a teremtő akaratával. És a teremtés vége felé, tehát a lélek teremtések vége felé az az elhatározás született a teremtő részéről, hogy a lelkeknek létrehoznak egy iskolát. Tehát nem szabadon engedik a lelkeket, hogy fejlődjenek maguktól, hanem létrehoznak egy iskolát, illetve nem egyet, hanem kettőt. Ebből az egyik a Föld. És ezt az iskolát évmilliókkal ezelőtt hozták létre, mármint maga a Föld az iskola. És ebbe az iskolába kerülnek be, kerültek be az új lelkek, és kerültek be azok a lelkek, akik hát vállalták az önfejlődést. Tehát vállalták azt, hogy megélik azokat a tapasztalatokat, amit itt a Földön meg lehet élni. Ez azt jelenti, hogy gyűjtik a tapasztalatokat, ez a gyűjtött tapasztalat el van mentve az elme révén, onnantól például, hogy megfogantunk másodpercenként 50 kép, hang és egyéb érzékelés el van mentve, a halálunkig mentjük ezeket a dolgokat, majd létközi állapotba kerülve kiválasztunk egy újabb családot, ahova beszületünk, megint szerezzük a tapasztalatokat a leszületéskor, illetve a fogantatástól, ez megint csak el van mentve. És akkor ez így zajlott le, mondjuk az elmúlt 4000 évben, 4000 valahány száz évben, és előtte is rendszeresen ez valamilyen szinten így volt, azzal a különbséggel, hogy az átlag életkor az vagy rövidebb volt, vagy hosszabb. Általában hosszabb volt, de ebben a 4000 évben rövidebb. És ezeket az életben szerzett tapasztalatokat az ember úgy gyűjti, hogy nem emlékszik az előző életben lévő tapasztalatokra, de el van mentve. És akkor, ha ezt jobban megnézzük, ez egy ilyen kilátástalan dolognak tűnhet bárki számára. Miért tűnhet kilátástalan dolognak? Ezt úgy hívják egyébként, hogy reinkarnáció, ugye ezt a szót legtöbbünk ismerik, vagy ismerjük, ami azt jelenti, hogy az ember a halála után egy bizonyos idő elteltével újra születik egy újabb testbe. Na most ez azt jelenti, hogy tiszta és világos legyen bárki számára, hogy a lélek az egy energia lény, méghozzá egy értelmes energia lény. És mivel energia, ezért nem tud elveszni.
és gyakorlatilag, mivel tisztán energiából áll, halhatatlan. Tehát nem pusztítja el a hideg, nem pusztítja el a meleg, tehát gyakorlatilag semmi. Persze fogságba lehet ejteni, mint például itt vagyunk példaként, ugye a fogságba ejtett lélek, de elpusztíthatatlan. Ami azt jelenti, hogy egy kicsit még többet a lélekről, csak hogy ha valaki esetleg ezeket nem tudná, mert mondjuk nem tanult itt, akkor ugye maga a lelkünk az nem csak elpusztíthatatlan, hanem a gondolkodásunk alapja. Tehát azért tudunk gondolkodni, mert van lelkünk. Azért tudunk kombinálni, azért tudunk logikázni, mert van lelkünk. A lélek nem keverendő össze az életenergiával. Minden élő lényben van életenergia, és addig él, míg ki nem huny benne az életenergia. Ez érvényes az emberre is, de az életenergia és a lélek az két dolog. Tehát az életenergia addig, ameddig fennáll, addig él az élő lény. Tehát a lélek az igazából nem akar téged megölni, a lelked, tehát nem akarja megölni a testedet, mert tapasztalatot gyűjt az életed során. De az életenergia az kihuny az emberben akkor, amikor elfogy az életenergia. És minden élőlénynél az életenergia akkor kezd elfogyni, amikor rossz állapotba kerül. Most, hogy az ember vagy az állat hogyan kerül rossz állapotba, az nyilván nem egyforma. De ha megnézitek, a rossz állapot az lehet például egy golyó is, mikor lelövik az állatot. De lehet egy betegség is, vagy az embereknél sok egyéb más dolog is. Tehát az emberek úgy működnek, hogy ha az életük területei, az imént említett területek, jól működnek, na az akkor tud jól működni, ha jól működtetjük. Ha ezeket jól működtetjük, akkor jól fogjuk magunkat érezni a bőrünkben. Tehát egy, megnézed, egy állat is úgy működik, hogy ameddig jól érzi magát a bőrében, addig nem pusztul el. Persze az öregedés az tesz azért, hogy fogyjon az embernek az életenergiája, illetve bármilyen élőlénynek. És nem csak állatról van szó. Egy fűszálba is, amelynek gyökere van, ott van az életenergia. Tehát lényeg az, hogy mi emberek, ugye alapvetően, ha így megnézzük, akkor ugye az életünk, ezt a fajta életet, amit látunk, mi a gond? Megnézed? Nézem, de hát itt nem úgy, anyu mit szeretne. Nem veszem fel. Tehát ha megnézzük, az ember ezáltal ugye, hogy éljen,
három dolognak kell rendben lenni, ugye? És emberként működjön, az embernél, ugye a test, a lelkünk és az életenergiák. Lehet, hogy mikor azt mondják, hogy szellem, akkor erre az életenergiára gondolnak, de egyébként maga az életenergia az nem egy szellem, a szellem az a lélek gyakorlatilag, tehát bennünk lévő lélek az egy szellemlé. Na mindegy, nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy a bolygónk egy iskola, és ezt az iskolát azért hozták létre, hogy az ember olyan szintre fejlődjön, hogy ne forduljon szembe a teremtővel, és ne hozzon létre szembenállást a teremtővel, tehát semmilyen szinten, tehát nem működjenek együtt annak érdekében a lelkek, hogy szembe forduljanak vagy fordulhassanak a teremtővel. Sajnos a történelem során, mint az imént említettem, erre sok példa van, hogy szembefordulás történt a teremtővel. Na most, de ha úgy működünk, hogy minden életünk egy úgy ér véget, hogy utána újra kell itt születnünk, akkor látszólag, hát elég sziszifuszi dolog ez, mondom látszólag. Na most gondoljátok végig, hogy alapvetően a világegyetemben kétféle entitás létezik, tehát kétféle lélek létezik, egy amelyik a teremtővel együttműködik, a másik amely a teremtővel nem működik együtt, sőt szembefordult a teremtővel, tehát kétféle, nincs harmadik féle, kettőféle van. Akik szembefordultak a teremtővel, azoknak az az érdeke, hogy az emberek, nem az emberek, a lelkek ne fejlődjenek olyan szintre, hogy ne akarjanak szembefordulni a teremtővel. Nekik az az érdekük, hogy tudatlanok maradjanak, manipulálhatók maradjanak, sőt tagadják meg a Teremtő Istent, esetlegesen köteleződjenek el azok felé, az istenek felé, akik nem a Teremtő Isten, de a Teremtő Isten teremtettjei, akik szembefordultak a teremtővel. És maguk mellé állítsák a tanuló lelkeket. Ha maguk mögé állítják a tanuló lelkeket, akkor ezzel szembefordítják a tanuló lelkeket a teremtővel. Világos ez? Tehát itt a Földön nagyon jól láthatod, hogy két érdek látható. Az egyik érdek a teremtő érdeke, hogy az ember fejlődjön. A másik érdek a teremtővel szembefordult érdek,
hogy az ember ne fejlődjön. Illetve a lélek ne fejlődjön. Az ember nem tud fejlődni, mert ha az emberre ránézünk, akkor mit látunk? Egy testet. Az emberi test az 21 éves koráig fejlődik, utána meg elkezd visszafejlődni. Úgyhogy az a gond ezzel, hogy maga az ember, amit fizikailag érzékelünk, az mindössze 21 évet tud fejlődni. A tudás magát a testet nem fejleszti. Oké? Mert sajnos ez biológia, hogy a 21 éves kortól a test elkezd öregedni. És ezt bárki meg tud győződni. És ráadásul ez az öregedés, hát valamennyire még exponenciális is. Tehát nem teljesen lineális. Hát akkor mit fejleszthet az ember? Persze lehet ilyeneket fejleszteni, hogy az izmodat. Mit tudom, mondjuk 21 éves korig nem fejlesztetted eléggé, akkor fejlesztetted később is, de az nem olyan fejlesztés. De természetesen 21 éves korig sokkal könnyebben fejleszted az izmaidat, mint minél korosabb vagy. Na akkor nézzük tovább, de akkor mit fejleszthet az ember? Hát az életenergia, hogy mekkora az emberben, az egy következmény. Az annak következménye, hogy milyen okos és értelmes a lélek, ezáltal mennyire vigyáz a testre, és ha ez a kettő jó állapotban van, a lélek is, meg a test is, akkor az életenergiával komoly gond nincs. De mit mondtam az imént? Okos, értelmes. Nem mindenki okos, értelmes, aki annak látszik. Ezt biztos tapasztaltátok. Hát most gondold végig, sokan gondolják magukról, hogy okos, értelmesek, mégis tesznek olyanokat a testükkel, amivel rövidítik az életét. Oké? Na most vannak, gyerekkoromtól látom olyan dolgok, amit az ember viszonylag könnyen megmagyaráz. Például mit tudom, mit szoktak csinálni az emberek, valakinek lelki bánata van, akkor fogja, az neki áll alkoholos italt inni. És akkor megmagyarázza, hogy akkor könnyebb. Mert egyszerűen elbódul az alkoholtól, és akkor ugye elfelejti, hogy neki volt valamilyen bánata. Ha elfelejti. Például ott van a drog, az még inkább ilyen hatást kelt, mint az alkohol. Tehát még inkább más állapotba hozza az illető. De vannak olyan dolgok, aminek az ég adta világon semmi értelme nincs. Mert ezeknek se sok értelmük van, de valami van. Érted? Mert ilyen bódulatba, más állapotba hozza az illető. De például a cigaretta, annak az ég adta világon ilyen szerepe nincs.
Tehát ami azt jelenti, hogy a cigarettára gyakorlatilag magyarázat nulla. Oké? Miért? Mert mondjuk valaki, amikor ivott, elkezdett inni vagy drogozni, valaminek a következménye volt az. Tehát lehet, hogy mit tudom én, mondjuk olyan baráti körbe. Na most persze ilyenek is vannak, hogy olyan baráti körbe volt, akik ittak, és ő is ivott, és rászokott a piára. Nem egy embert, meg nem kettőt ismerek így. De azt mondják, hogy ők őriszik magába. Ami azt jelenti, hogy ha valaki iszik, annak valami oka van. Tehát az, akitől eltanulta, hogy ő igyon, az nem magától kezdett el vedelni. Az azt jelenti, hogy mindig ezek mögött valami olyasmi lelki dolgok vannak, amit idézőjelben orvosol a pia vagy a drog. Idézőjelben. De a cigarettán nincs ilyen. Nincs lelki dolog. És annak se volt lelki dolog, aki miatt valaki rászokott a cigarettára. Tehát az emberek hajlamosak arra, hogy mérgezzék magukat szánt szándékkal. De nem csak ezzel, hanem sok más, nem csak a cigarettával, hanem sok más egyéb dologgal. Szó szerint mérgezzék magukat tudatosan. Tehát tudatosan. Úgy, hogy nincs mögötte magyarázat. Tehát semmi. Tehát nincs mögötte, hogy kell egy bódulás, hogy ne emlékezzek, vagy stb. Nincs semmi ilyesmi. Tehát semmi. Ezért egyébként ezen érdemes elgondolkodni. Hogy minden olyan dolgot, aminek az ég adta világon semmi értelme, csak káros, tehát semmi haszna, csak kára van, az gyorsan le kellene tenni. Hogy ezt nem tanítom, mert ezt, erre van képzésünk. Ebben a részben nem tanítom. Másodszorban az olyan dolgokat kellene letenni, ami megint csak káros a szervezetre, de látszólag van értelme. Na most az összes olyan dolognak, aminek látszólag van értelme, például ilyen az alkohol, vagy ilyen például valamilyen szinten a drog, ehhez kapcsolódik. Azért isznak az emberek, mert ezeken a területek valamelyikén problémái vannak. Azért drogoznak az emberek, mert ezeknek a területeknek valamelyikén problémáik vannak. De a cigarettára ezt nem lehet mondani. Tehát nyilvánvaló, hogyha ezeket a területeket az ember rendbe rakja, akkor minek az alkohol, minek a cigaretta? Világos ez? Nem a cigaretta, minek az alkohol, minek a drog? A cigaretta az egy, mondom, egy más kérdés. Tehát itt van ez a 10 terület, de ha ezt a 10 területet rendbe akarjuk rakni, akkor vajon kell-e tudás ahhoz, hogy önmagunkkal jól bánjunk, helyesen bánjunk? Vajon kell-e tudás ahhoz, hogy a pároddal jól bánjunk? Tehát ha nő vagy, akkor a férfi társaddal, ha férfi vagy, akkor a nőtársaddal. Kell tudás ahhoz, hogy az ember a szüleivel jól bánjon, vagy a gyerekeivel, vagy más emberekkel, vagy a munkájával, vagy a pénzzel, a környezetével, hatóságokkal, Istenével.
mind olyan dolog, hogy nem kevés tudás szükséges hozzá. És ebből nagyon érdekes, de tudod melyik a leghosszabb tanulás? Az egyes. Az egyes. Az egyes a leghosszabb tanulás. Mert ha önmagaddal jól bánsz, akkor egyre jobb, tehát ahogy egyre jobban bánsz önmagaddal, ugye egyre jobban bánsz másokkal. És nem csak másokkal, hanem mindennel. Tehát ugye létrehozták ezt a Föld nevű iskolát, a lelkek fejlődése véget. Tehát nem a test fejlődése véget, nem az életenergia fejlődése véget, hanem a lélek fejlődése véget. És azért hozták létre, még egyszer, hogy ne forduljon szembe, hanem együttműködjön a Teremtővel. Világos ez? Na most, de ezt úgy tudja megvalósítani az ember, hogy? Nézzük meg, hogy hogy. Hogyha lelkileg fejlődik. Lelki fejlődés tanulás nélkül lehetetlen gyakorlatilag. De a tanulás az nem csak elmélet, hanem gyakorlat. Tehát ahol az ember gyakorolja is a tudását. Tudod jól, hogy gyakorlás nélkül bármilyen tudás szépen ellaposodik. Tehát minden tudást be kell gyakorolni a maga területén. És minél jobban begyakorol egy ember egy területen bizonyos tudást, annál inkább több tudással rendelkezik azon, és annál inkább mesterévé válik annak a területnek. Világos ez? Tehát mesterévé. De minden területre igaz, ha megnézed a szakmákban is, hányféle mester lehet? Rengeteg. Na ugyanúgy az élettel kapcsolatosan is. Ha az ember a tudását fejleszti, 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 és úgy tudja fejleszteni, továbbfejleszteni, úgy tudja, hogyha gyakorol. És akkor szépen mesterévé válik annak a területnek. Amikor én elkezdtem főtevékenységben 10 évvel, 11 évvel ezelőtt, hát most már 11, 11 évvel ezelőtt az emberek fejlesztését, akkor rá 3 évre rájöttem, hogy a coachképzés az, ami leginkább közel áll az emberek fejlesztéséhez. Ezért az összes olyan dolgot, ami az emberek fejlesztéséhez kapcsolódik, azt én beletettem a coachképzésekbe. Mindent. Ezáltal a mi coachképzéseink a legbőségesebb tudást nyújtják a bolygón. Utána járhatsz, hogy mennyiféle coach képzést nyújtanak, hát a töredékét nyújtják annak, amit mi nyújtunk az emberek. Ráadásul nem csak az emberi testtel kapcsolatos tudást nyújtjuk, hanem a lélekkel kapcsolatos tudást is nyújtjuk. És ha ez a kettő rendben van, akkor az életenergia is rendben van. Ha megnézed az emberek itt a lelki fejlődés során,
Honnan indulnak? Hát nyilván nem a hetesről, hanem az egyesről. Ami annyit jelent, hogyha körülnézel, és megnézed az emberek lelki fejlettségének a szintjét, és most nem leértékeljük őket, hanem tiszta tényről beszélünk. Mondhatjuk azt, hogy Magyarország lakosságának a fele bebizonyította, hogy ő a túlélés szintjén működik. Az elmúlt 5 hónapban bebizonyította. Mi azt hittük, hogy magasabb szinten van. Magasabb szinten vannak. Nem. A túlélés szintjén vannak. Miért? Hát nagyon egyszerű. Hát ha logikusan végig gondolod, a túlélés azt jelenti, hogy minden áron túlélni. Ez a legfontosabb, hogy túléljek. És ehhez kell az oltás. Az oltás semmi más, az simán túlélés. Az a túlélés szintje. Egy csomó ember el fog menni a közeljövőben, és mivel nem akarja magát beoltatni, el fog menni hova? Leteszteltetni magát vérvizsgálattal. Hogy kimutassák bennük az ellenanyagot. Mivel átestek ezen a betegségen. És ki fogják mutatni a benne lévő ellenanyagot. Jó, ez pénzbe kerül, mert ez nem ingyen van. Minden együtt durván 14 ezer forint. De megéri. Mert nem beraknak neked valamit, hanem kivesznek belőled. Nagy különbség. Mit vesznek ki? A vért. Tehát nem raknak beléd semmit, az oltásra beléd raknak valamit. Tudod, mit raknak beléd? Oltóanyagot. Ennyit tudsz. És abban mi van? Csak kérdezem. Tudod, hogy mi van benne? Nem. Tehát beléd raknak egy olyan anyagot, amit nem tudod, hogy mit raknak beléd. Hát rakják az anyjukba belé, ha én nem tudom, mit raknak belém. Világos? Ilyen egyszerű. Na most, másik, hogyha ugye tesztelteted magad, nem PCR-tesztel, hanem ugye antianyag vizsgálatta. Akkor ugye kivesznek belőled, vesznek egy kis vért. Nagy különbség. És ha megállapítják, hogy te átestél rajta, akkor elmondhatod, hogy jé, átestem rajta, és nem haltam bele. Jé. Pedig azt mondták, hogy belehalunk. Még a miniszterelnökünk is azt mondta, hogy ha nem oltatjuk be magunkat, belehalunk. Persze, egyszer meghalunk, az biztos. Nem azt mondta, hogy belehalunk, meghalunk. Persze, egyszer meghalunk, az tuti. Ha megnézed a bolygón, hogy mennyien betegedtek meg hivatalosan, vagy akár Magyarországon mennyien betegedtek meg hivatalosan, akkor lehet azt mondani, hogy szorozd meg kettővel, mert körülbelül annyi meg nem ment el orvoshoz. És meghalt, azt is meg tudod nézni mennyi. És utána egy egyszerű matek, mondom, hogy kell kiszámolni, a halál eseteket elosztod a betegekkel, szor kettővel. Oké? Okay? És akkor kiderül, hogy 0,1% a halálozás.
De az emberek túl akarnak élni. Túl akarnak élni tehát. A túlélés az pedig a legalja a lelki fejlődésnek. Tehát egyértelműen kiderült, hogy a lakosság fele, de lehet, hogy több, ami azt jelenti, hogy ha folynak tovább ugye az oltások, akkor több. A lakosság fele az egyes lelki szinten van. És az aranykorba jutás, mindjárt mutatom, az a hatodik lelki szint. Illetve igen, az a hatodik lelki szint. Tehát hatodik lelki szint. Gondold végig, ahhoz, hogy valaki az egyesről följusson a hatodik lelki szintre, van, azt mondja, hogy 14 évünk. 14 évünk. Emberek azt gondolták, hogy ők milyen magas lelki szinten vannak. Akár spirituális emberek. És kiderült, hogy anyám vagy apám, egyesen vagy. Jó, mélyről indulsz? Annál mélyebbről már nem lehet. Annál mélyebb már csak a halál lenne. Az a nulladik. Nulladik lelki szint az a létközi állapot. Oké? Tehát azért vagyunk itt, hogy fejlődjünk. Minél gyorsabban, annál jobb. Nem az a cél, hogy életről életre fejlődj. Nem. Nem tud megvalósulni. Egy életen belül kellene felfejlődni. Ide a hatodik lelki szintre. Aranykorba jutáshoz ez kell. És ugye mi az értelme az aranykornak? Most egy olyan világban éltünk 4000 éven keresztül, ahol mindig voltak elnyomók. Az elnyomók, hogy legyenek, és azok jól működjenek, gondoskodtak azok az entitások, szellemlények, lelkek, akik szemben állnak a teremtővel. Világos ez? Mivel? Nagyon egyszerű távmanipulációval. Távmanipulációval. Tehát az ember hipnotizálható. Méghozzá viszonylag könnyen. Kivétel a nagyon jó állapotú emberek. Mert a nagyon jó állapotú emberek csak drogokkal hipnotizálhatók. Minél rosszabb állapotú egy ember, annál könnyebben hipnotizálható. És a hipnotizációban nem az emberek a zsenik, hanem akkor kik? A szellemlények. Tehát azok a lelkek, akik nincsenek testbe zárva. És miért sokkal értelmesebbek, mint mi? Mert azóta, mióta lélekként léteznek, nincs törölve a tudásuk. Tehát nem 20, 30 vagy 80 év tudásuk van, hanem mondjuk 8 millió év vagy 8 milliárd év. Érted? Ami azt jelenti, hogy mit tudom én, a legzsenibb hipnotizőr a bolygón, az kisina sincs.
a földön kívüliekhez vagy istenekhez képest. Világos? Amiről beszélek. Ezáltal gyakorlatilag egy rossz állapotú lényt, amely jó pozícióban van, potenciális célpont a hipnotizációra. A teremtővel szemben álló lelkek számára. Világos ez? Hol vannak ilyen lelkek? Tehát az univerzumunk, tehát az univerzumnak ez a része, a teljes univerzumnak ez a része, az a teremtővel egyetértésben működő lelkek tulajdonában van jelenleg. De a bolygóban vannak olyan lelkek, akik a teremtővel szemben állnak. És miért vannak? Mert itt ragadtak. A múltból. És mivel? Ugye ők testen kívül is tudnak működni. Nekik az idő az nem létező fogalom. Csak olyan lény számára létezik olyan, hogy idő, amely mulandó. És azok a lények, akik itt ragadtak és a teremtővel szemben állnak, azok társakat keresnek az emberben. Nem az emberben, az emberi lélekben. És nekik pont az az érdekük, hogy te ne fejlődj. Hogy minél tudatlanabb legyél, mert minél tudatlanabb egy ember, annál több problémát okoz magának és a környezetének. Ezt látjátok. Nagyon nem is kell körülnézni. Ugye ebben a világban. És ezáltal, ugye, hogy problémát okoz magának és másoknak, gondjai lesznek. És a gondok az emberek hangulatát lehúzza. És ha lehúzza, akkor nem jól érzik magukat a bőrükben. Akkor nem nyitottak, nem érdeklődők, nem akarnak fejlődni. Régen volt egy ilyen mondás, lehet, hogy még mindig szokták mondani az emberek, örülök, hogy élek, tudod. Tehát örülnek, hogy élnek. Csak rosszabb ne legyen, bár elég rossz lett itt az elmúlt egy évben. Szóval a lényeg az, hogy leromlott a hangulatuk, könnyedén hipnotizálhatók, nem fejlődnek a skálán. Hát ha azon az alapon működnek a lentiek, ugye nem véletlenül ugye mindenütt megjelenik a menny és a pokol, ezért ugye egyszerűbb azt mondani, hogy a lentiek, tehát a fentiek és a lentiek, az óriási különbség, tehát a lentiek azt akarják, hogy minél tudatlanabb maradjon az ember, hát ha minél több lelket meg tudnak szerezni, és ugyanúgy szembe tudják fordítani akkor majd a teremtővel. Hát most gondolj bele, az milyen szembefordítás, hogy a legtöbb európai ember megtagadja az Istent. És az Istene a pénz.
Hát ez milyen szembefordítás? Hát az Isten az nem egy élő lény. Vagy nem az Isten, a pénz nem egy élő lény, érted? De az Isten az egy élő lény. A pénz nem egy élő lény. Jó, ugye nem testben zárt élő lény az Isten, hanem egy energia élő lény. De akkor is élő lény, a pénz az nem élő lény, az csak egy eszköz. Méghozzá csereeszköz. Hogy lehet egy csereeszköz valakinek az Istene? És a gondolatai nem a teremtő felé fordulnak, hanem a pénz felé fordulnak. Persze, hát ha jobban logikusan végig gondolod ezt az egészet, akkor ez az alsó entitásoknak, szellemlényeknek, úgy is lehet mondani, a munkálkodása kőkeménye. És azokat a vezető beosztású, hatalomban lévő emberek nem is tudják, hogy be vannak hipnotizálva. Nem is tudják. Mert mindenki, aki hipnotizálva van, ő tudja meg utoljára, hogy ő hipnotizált. Már mindenki tudja a környezetében, csak ő nem. És ha megkérdezel ilyen hatalomban lévő embert, hogy ő hipnotizálta-e, akkor azt fogja mondani, hogy nem. Hát megnézed az összes hatalomban lévő embert. Nézd meg a tévében a politikusokat. Látsz köztük egy jó állapotot is. Látsz köztük egy boldogot is. Hm? Nem. Mert ha boldogok lennének, jó állapotban lennének, érted? Akkor nem lehetne őket hipnotizálni. Egy se abban van. Egy se. No, szóval a lényeg az, hogy az aranykor az egy olyan társadalmi forma, ahol nem lesz elnyomás. És ahol az emberek tovább tudnak fejlődni. De az aranykorban csak az kerülhet be, aki eljut a hatodik lelki szintre a következő 14 évben. És ahhoz, hogy az ember bekerülhessen az aranykorba, hát kell 9 év tudás. 9 év. Legalább. Most folyik a kiválasztódás avval kapcsolatban, hogy kik lesznek az aranykorban az emberek vezetői. De ne úgy értsd a vezetőket, mint most a vezetők. Hogy majd ilyen politikai hatalmuk lesz. Az aranykorban nem lesz olyan, hogy politikus. Oké, ezt csak mondom előre. Tehát nem lesz ilyen foglalkozás, hogy nekem az a foglalkozásom, hogy politikus vagyok. Nem lesz ilyen foglalkozás. Nem lesz olyan, hogy állam. Képzeld el? Ez az állam, ez lesz, tudod csak. Politikai értelembe vett állam, az nem. Érted? Tehát egy olyan fajta társadalom, amit most a legtöbb ember még el sem tud képzelni, én meg tudom, hogy mi várható. Oké? No, hát hogyha azt gondolod, hogy, mert ez az ember léleknek a választása, hogy ő mit szeretne, mert ugye saját szabad akaratunk van, és a szabad akaratában minden lélek eldöntheti, hogy a teremtő mellé állsz, vagy szembefordulsz a teremtővel. Tehát a naprendszerünk, vegyünk ilyen kis léptéket, ugye könnyebb elképzelni, a naprendszerünk
az a teremtővel egyetértésben álló lelkek tulajdonában áll, akik nem emberek. Világos ez? És ők azt akarják, hogy mi csatlakozzunk a magasabb szintű létformájukhoz. De az aranykor nélkül nem megy a csatlakozás. Csak az aranykor által. Ez a cél. És ha ez az iskola nem működik, mit szoktak csinálni egy iskolában, ha nem működik az iskola? Mert nem azt a célt valósítja meg, amit kéne. Becsukják. Bezárják. És a Földet akkor hogy zárják be? Az azt jelenti, hogy a lelkek mit szoktak olyankor csinálni a diákokkal, amikor egy iskolát bezárnak? Át deportálják a gyerekeket egy másik iskolába. Világos ez? Ez a másik iskola megvan. De nem itt a naprendszerben, hanem kint az univerzum szélén. Oké? És akkor oda lesznek deportálva a lelkek. Mert ezen a bolygón, tehát ennek az iskolának be kell tölteni a szerepét. Oké? Tehát az, aki nem akar szembefordulni a teremtővel, hanem a teremtőt idézőjelben, nem mondom ki a szót, akkor nincs idézőjel, a teremtővel akar együttműködni, hát nincs idézőjel. Tehát aki azt választja, hogy a teremtővel való együttműködés, annak ez a bolygó működik tovább. Oké? De a többieknek már nem fog működni. Most még működik, mert most van a kiválasztódás 2026-ig. Oké? És ennek révén tudod, mit fogsz látni? Azt, hogy az emberek úgy fognak hullani, mint a legyek. És itt tudod, mi lesz a probléma? Hogy az itt maradottak ezt hogyan fogják földolgozni. És ha valaki erről nem tanul, azért befizetek, hogy hogyan fogja földolgozni a szeretteinek a halálát. Oké? Mert vannak olyan vallások, amelyek tök jól tanítják ezeket a dolgokat gyerekkoruktól az embereknek, de a mi társadalmunkban ez nem így van. Sőt, az európai társadalom, sőt az észak-amerikai társadalomban sem így van. No szóval, döntés a tiéd. Választhatsz, hogy ki mellé állsz, kik mellé állsz. Teremtőt támogató csoport mellé, vagy pedig a teremtővel szembefordult csoportok mellé. Oké? Én eldöntöttem. Oké? Egyértelműen, hogy a teremtőt támogatom minden tekintetben. Oké? Minden tekintetben. Nem csak ebben az életemben, hanem minden hátralévő életemben is, de a hátralévő életem az egy lesz, egy. Oké? Te választhatsz azt is, hogy hány hátralévő életed lesz. Mit jelent az, hogy egy? Az, hogy nem kell inkarnálódni állandóan, mert nekem nem szimpatikus ez az állandó inkarnáció, nekem nem szimpatikus, lehet, hogy a legtöbb embernek szimpatikus, de nekem bazimód nem. Tehát én nekem nem tetszik az, hogy mindent újra kell tanulni a nulláról. Érted? Én szeretem, amit tudok, azt tudok. Érted? Szeretem, hogyha az nem törlik ki. És ennek is megvan az oka, hogy miért törlik ki, de erről most nem kívánok beszélni. Tehát gondolkozz, hogy te mit szeretnél. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, nézz körül a weboldalunkon, beszélj az ajánlóddal, vagy beszélj a
vezetőddel vagy az igazgatóddal itt a PPA-n belül, és ha valami kérdésed van, akkor tisztázzátok azt a kérdést. Várunk sok szeretettel itt a tanulóink közé. Szeretlek benneteket, szervusztok!